Kedves testvérek, az istenek közül legkevesebbet szoktunk elmélkedni és szólni a reményről. Talán azért is, mert nehezebb, mint a másik kettőről. Most a reformáció 500. éves jubileumán, hát minduntalan előtérbe kerül a hit. A hit által, és ez nagyon sokszor hangzik el, hogy rátaláltak a hit igazi értékére. A szeretetről is sokkal többet elmélkedünk. Előtte való évben volt katolikus egyházban az irgalom éve, az irgalmasság éve, az pedig a szeretetnek egy egészen minőségi formája, mert benne van még a bűnbocsánat is, megbocsájtunk, irgalmasak vagyunk a másik ember iránt. De a reményről kevesebb szó esik. Jól lehet, pápai enciklikák és könyvek, teológiai vagy világi könyvek is megjelentek a témakörben. És valahogy úgy képzeljük, hogy az egy ilyen életkor függő dolog a remény. Nyilván egy fiatalnak sokkal nagyobb távlatai vannak még, ezt és ezt el fogom végezni, el fogom érni, és hát reménykedik, hogy az úgy lesz. És ezt az idős ember, mint Babits mondja, törékeny játéknak ismeri a reményt. És vannak korok, amelyek különösen is reménykeltőnek mutatják még magát az emberiséget is. Amikor én fiatal voltam, lehet azt mondani, hogy túl az életkori adottságokon egy reményteli világban éltem. Egyre jobban engedett a kommunizmusnak a szorítása, egyre több dolgot meg lehetett már tenni. Hát gondoljunk arra, hogy a korábban tűzzel, vassal üldözött mindenféle egyletet már kezdték fölváltani az ifjúsági csoportok, a plébánián összejöttünk itt-ott, és úgy gondoltuk, hogy ez mind jobbá válik. A világban is kezdtek kibékülni a nagyhatalmak túl a kubai válságon. Az ember úgy gondolta, hogy határtalan a tudomány által elért eredménye, fölszállt az ember a Holdra, a FAO által meghirdették, hogy megszűnik az éjség a Földön. Maga Kennedy mondta azt, hogy a fő célom az, hogy fölszálljunk a Holdra, megszűnjék az írástudatlanság, és ne legyen éhező ember. Hát ebből csak a Holdra szárás valósult meg. És hát a kommunisták között is volt olyan, aki már túltette magát azon a előre, mi holnapra megforgatjuk a világ gondolatát, hiszen a kommunista harcos volt az a hős, aki minden remény nélkül, a túlvilág és az üdvösség reménye nélkül harcolt a jobb jövőért. Erre kevéssé szoktak gondolni, hogy ünnepelték a hősöket, akiknek egy fikarci reményük nem volt, hogy jobb lesz utána a sorsuk, hiszen világnézeti fölfogásuk volt, hogy a halállal eljön a nagy semmi. De már akkor Ernst Bloch, egy ilyen humanista filozófus írt a reményről egy könyvet, amire hát Moltmann, egy evangélikus teológus írt szintén egy nagy választ, bár ő mögötte ott volt egy nagy kataklizma, valamikor a háború nagy
szörnyűségeiben, amikor Hamburgot lebombázták, ő írja, hogy akkor vált számára valósággá, hogy az addigi kultúra semmit sem ér, félredobhatja Goethét, Bachot, mindent, amikor a mindennapi percekért kell élni, és valahogy rávezette őt arra a reményre, ami Istenbe veti a bizalmát, és a Teilhard de Chardin egy nagy vízióban a világ planetizáját, neki se tudom mondani, hogy egységesül a világ, globalizálódik, de keresztény módon, majd ez bekövetkezik. Az evolúcióban eljön a noszféra, az ember egyre inkább istenivé lesz, és hát a második vatikáni zsinat is ilyen kapukat nyitogatott, hogy kérem, mindenkivel megkötjük a békét, világvallásokkal, protestánsokkal, mindenkivel, és jobb lesz az a világ. Így gondolták sokan az akkori időkben, és hát most meg azt tapasztaljuk, hogy már kisgyerekek is depressziósak, a fiatalok is sokszor, és hát az egyik legnagyobb népbetegségé a depresszió vált, mert ott van előttünk, a józanul gondolkodó emberek előtt ez a lehetetlen szörnyűség, hogy óriási szociális igazságtalanságok vannak, a természet fölborult rendje kiszámíthatatlanná tette az életünket, hogy minden nyár rosszabb, minden tél rosszabb, nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, olyan nagy a biológiai lábnyomunk, az idén már föléltük azt, amit élhettünk volna ebben az évben, hova fejlődik ez. És hát aztán ez a megmozdult világ, a migráció összes nagy tehertételével, mintha minden recsegne, ropogna, és úgy veszük észre, hogy nem sok emberben van olyasfajta remény még a földi életet illetően is, hogy jobb lesz, hanem ilyeneket mondanak, hogy most már ezzel együtt kell élnünk, a terrorizmussal is együtt kell élnünk, és egyáltalán minden nehézséggel, a újonnan fölbukkanó betegségekkel, és így tovább. És hát, ugye, amit Pilinszky mondott annak idején, hogy a múlt, ami reményünk, egyébként 2000-ben ezt választotta a püspöki kar, ajánlottam jelmondatként, hogy hát az 1000 év, amit megéltünk, az följogosít bennünket arra, hogy reménykedjünk, hogy van még nekünk, magyaroknak, meg keresztényeknek időnk itt a Földön. Tehát volt egy ilyen fajta föllángolásunk is, ami néha olyanná válik, hogy az ember inkább úgy gondolja, hogy apokaliptikus korba érünk és világba, és hát a maga az egyházunknak a helyzete se kecsegtet bennünket. Káposztás megyeri plébánián még nemigen lehet tapasztalni azt a népességfogyást, amit mi itt például az Alföldön vagy a vidékiek megélnek. Hát azok a kollégáim, akik 30-40 éve vannak ugyanazon a helyen, látják, hogy a szemük láttára olvadtak el a falvak. 40 évvel ezelőtt 400 gyerek volt az iskolában, most jó, ha van 100, de sok helyen be is csukták, leengedve a rolók, a falvak házain vagy a vidéki kisebb tanyaközpontokba, és minthogyha mindennek már a vége felé közelednénk, és menekülnek az emberek egy jobb élet világába. Hát van-e még remény? Kérdezhetnénk. Remény utoljára hal, meg szokták mondani, és hát ha csak földi reményünk volna, akkor én magam is eléggé elkeseredett emberré válnék. Lehet-e különbséget tenni a hit és a remény között? Mert benne mind a kettőben ott van a bizalom. Talán így lehetne érzékeltetni, hogy Kolumbusz Kristóf annak idején, ő már hallott arról, hogy a Föld gömbalakú, és ha elindul egyik helyről, körbe tudja hajókázni a Földet.
De az adott neki egy nagy indítatást, hogy ott Portugália partjainál olyasfajta növényeket talált, amik európai kontinensen nem nőnek. Ilyen odasodort a tengervize. Hát azt mondja, kell lenni olyan kontinensnek, ahol ez megterem és elsodorta az ár. Tehát hidd benne, hogy ha ő megy a hajójával, akkor el fog arra a kontinensre érni. Hát és úgy is volt, ugye a Santa Maria hajóval, amiben ő elindult, a San Salvador volt az első föld sziget, amit elért és el is nevezte Jézusról. Igen ám, de egy időben, ahogy hajózott, elfogyott az élelmének a fele, és az itala is elfogyott. És mit csináljon? Forduljon vissza, mert vissza tud még talán jutni, és itt kezdődött a remény az életébe. Hogy már nincs akkora út, mint amit megtett. Tehát összekapcsolódik a hit és a remény, de a reményben mindig benne van a jövő, a holnap, a jó, a vágya és a reménye, ugye? Tehát amikor a páridő naplónkat, vagy a okostelefonunkat programozzuk, hát sokan fölveszünk jövő évi programokat is. Én nekem is már jövő karácsonyra is van programom, be van írva, de hát ki biztosít engem arról, hogy én érni fogok? Remélem, hogy meg tudom tenni. Ugye? Ez a földi remény, hogy élni fogok, és azt figyeltem meg súlyos betegeknél, hogy néha kívánják is a halált, jobb volna már befejezni, jobb lenne odát, de még akkor mindig ad magának, hogy jaj, még jönnek hozzá, még a gyerekek, még akkor is mindig van valami vágya, hogy még valami teljesedjék. Na most, hát ez a remény, ugye át kell, hogy jusson a transzcendentális, az üdvösség reményébe. A keresztény embernek az a kiváltsága, hogy a földi reményen túl az üdvösség reménye is élteti. Tehát nyugodtan tervezi a földi feladatait, de tudja azt, hogyha, vagy hiszi azt, hogyha nem is tudja végbevinni, utána jön az üdvösségnek a reménye. Az a természet fölötti remény, amire épül a mi hitünk. És hát ez az az isteni erény, amit a Szentlélek kegyelmével nekünk ad az Isten. A remény által remélünk, ellenére remélünk, mondja Szent Pál apostol, és a Szentlélek éleszti bennünk ezt a reményt. Hérakleitoszhoz kötik azt a mondást, hogy hát minden nap megszűnik valami, ami miatt az ember szomorkodik, de mindig születik valami, ami miatt érdemes élni és küzdeni. De hát van egy pont, amikor az ember belátja, hogy a Földön nem születik már neki semmi, hiszen meghalunk. Keresztény remény ekkor lép valójába életbe, amikor a földi reményünk már megszűnik. Hogy itt már nincs keresni valónk, azt mondjuk, hogy van, mert még a szenvedéseinknek is lehet értelme, mert az üdvösséget a szenvedések által is, hogy így mondjam, építjük saját magunk számára. Mert mi katolikusok azt mondjuk, hogy a hit nagyon fontos, isteni erény, de hát azt tetteknek is alá kell támasztania, mert a kettő összetartozik. Az egész üdvösség története azután erről szól, az Isten szaváról, hogy az Isten ígéretei azok megvalósulnak. Az ószövetségi embernek, ameddig nem volt transzcendens örök életbe vetett hite, addig csak a földi remények éltették. Amikor Ábrahám elindult, hogy övé lesz és utódai az ígéret földje. Amikor Egyiptomban voltak,
hogy kiszabadulnak, és visszakapják, és visszanyerik az üdvösség, a földet, amit Isten nekik ígért. És hát ezért óriási dráma Jób könyve, mert akkor íródott, amikor még nem hittek valójában az üdvösség reményébe. Valamiféle árnyék létet hittek, hogy a Seol, hogy meghalunk, aztán azért valami marad az emberből, pislákol valami, hogy hát a lelkünkből, de az nem igazi élet. És a zsoltárok ezt el is mondják, hogy hát most add meg nekem, Istenem, mert a holtak már úgyse dicsérnek téged. És hát a Jób könyvének nem lehetett más kimenetele, mint hogy Isten, ha egyszer igazságos és jóságos, ezen a földön mindent visszaad. Tehát látjuk is, hogy kiállt mindent Jób, utána úgy meggazdagította az Isten, olyan szép családot adott neki, hogy sokszorosa volt annak, ami addig volt, tehát érdemes az Isten mellett kitartani. És addig ment, amíg valahogy nem jött el olyankor az üdvösség történetébe, hogy elestek emberek, például a makkabeusi harcokba, Isten ügyért, és ha nincs üdvösség, akkor az Isten hogy lehet igazságos, és hogy lehet jó? Ha egyszer őért elesnek az emberek, és vége minden a halállal. Mindennek vége. Ez a külső tényező is elősegítette azt, hogy lelkükben kialakult az üdvösségnek a reménye. És ekkortól datálható az a felszólítás, hogy szent és üdvös dolog imádkozni az elhunytakért, hogy feloldozást nyerjenek bűneikből. Erre az időre megy vissza. És aztán a prófétai szavak is egyre inkább abba az irányba mutattak, hogy a messiással nem csak egy boldog földi kor, hanem valamiképpen az üdvösség is, az ember számára az örökké valóság is lehetővé lesz. Jézus korára már a szadduceusokon kívül mindenki hitt az üdvösségben, az örök életben. Sok is hittek Istenben, de nem hittek az üdvösségben. A többiek hittek, úgyhogy Jézus, amikor a föltámadásról beszélt, nem mondott egészen új dolgot, mert ugye mondják is neki, tudom, hogy föl fog támadni ott Mária, Márta, amikor Lázár temetésénél mondja, majd az utolsó napon. De Jézus azt mondja, hogy én vagyok a föltámadás. És velem elkezdődik az a korszak, amikor az üdvösség valósággá lesz. Ez az Ószövetség és Új Szövetség közötti nagy különbség, hogy Jézus Krisztus személyéhez kötődik az üdvösség, a föltámadás is, és a mi egyéni föltámadásunk is, mert maga Jézus mondja, hogy aki bennem hisz, nem hal meg örökre, mert én vagyok a föltámadás és az élet, és föltámasztom őt az utolsó napon. Tehát onnittől kezdve a kereszténység ezzel a hihetetlen hírrel robbant bele a világba, hogy van föltámadás és van örök élet. A művészet történészek mondják, hogy a pogány világnak a szobrai, nevezetesen például az Akropoliszon, vagy a görög szobrokat, ha megnézzük, eléggé szomorúak. Jól kiformált emberi testeket lehet látni, de az arcuk őriz valami nagy metafizikai emberi szomorúságot. Mert azt a föltámadás hitet, mint amit a kereszténység a világba szétkürtölt, azt nem hitték. És való igaz, hogyha nincs örök élet és nincs föltámadás, akkor az ember egy idő után teljesen lemondóvá válik, mint a Prédikátor könyvének az írója, hogy
minden hiába valóság. Különösleg is mindenért küzdeni, mert egyik nap olyan, mint a másik, és végén úgyis meghalunk. Mondjuk a Prédikátor könyvének azért az a nagy igazság, hogy az embert fejbe kórintja, hogy itt a Földön nem lehet örök életet kialakítani, se gazdagsággal, se tudománnyal, se hírnévvel, tehát végül is a halál ilyen formán mindenkinek igazságot szolgáltat, de hát azért ez csak egyik fele a valóságnak, amit mi mondunk, a másik, hogy van örök élet és van üdvösség. És hát ez az a keresztény remény, aminek mi a meghívottjai, kiválasztottjai és megajándékozottjai vagyunk, hogyha hinni és remélni tudunk. Mert mássá válik a gyászunk, mássá válik az élet fölfogásunk. Jó lehet, mi is hiratjuk a hozzánk közelállókat, mert abban van valami olyan élet dráma, hogy most itt már tartunk, és itt többet nem látjuk egymást, nem beszélünk egymással, nem lesz közöttünk, de azért mégis ezen átcsillan a föltámadásnak a reménye, hogyha komolyan hiszünk. És hát ez nem megcáfolása a keresztény reménynek, hiszen gondoljuk meg, hogy Szent István diákonust, amikor eltemetik, azt írja az apostolok cselekedetének a szerzője, hogy a hívek keservesen. Pedig, ha valakik hittek a föltámadásban, ők voltak, hát emberi távolságon belül volt Krisztus föltámadása, akik azokkal találkoztak, akik saját maguk is föltámadt Krisztus tanúivá váltak, de mégis volt bennük egy olyan igazi emberi szomorúság, ami éppen a szeretetnek a következménye. De ez nem zárja ki azt, hogy ne higgyünk az üdvösségben és az örök életben. Amikor ott van a boldog mondások között, hogy boldogok a szomorúak, vagy akik sírnak, az eredeti szöveg a megvigasztalásnál ott van, hogy azt mondja, hogy megvigasztaltatnak paraklétészontáj. A szenvedő igaragozás a Szentírásban az Isten cselekvésére mutat. És hát benne van a szó a paraklétosz, a Szentlélek, hogy ő majd megvigasztal bennünket olyan reménnyel, ami a síron is túlmutat. És azért mondja a Jelenések könyvének a szerző, hogy letöröl szemükről minden könnyet. Mert az a remény, ami az üdvösségben kiteljesedik, az mint egy felejtett minden szomorúságot, minden fájdalmat, ami a Földön ért bennünket. Egyébként az Isten igazságossága, az Isten jósága is maga után vonja, hogy legyen igazi reményünk az üdvösségben. Mert ha egyszer Isten egyszer igazságos is, mindenható is, szeret bennünket, akkor kell, hogy az üdvösség valóság legyen az ember számára. Tehát egy ilyen fajta belső meggyőződésünk még az értelem alapján is kialakulhat bennünk, hogy a reményünknek éppen ez az alapja. És hát a keresztény ember ezért tud remélni. A nagyok sokszor választották a reménynek valamiféle jelszavát. Egy proász kotokár azt mondja, hogy dum spiro spiro, még élek, remélek, bennem van a földi és örök életnek a reménye. Vagy Nagy Szent Terézia mondja, hogy ilyen szójátékkal, hogy oly fölséges, amit remélek, hogy belehalok, ha nem halok meg.
mert annyira vágyom és remélem az üdvösséget. Ezt érdemes a magunk lelkében is elültetni, ezt a gondolatot, hogy csak azért érdemes kereszténynek lenni, hogy a hit és a remény által az üdvösség valósága is jelen valóvá legyen, hogy az életünk arra irányul, és ott lesz a végső kiteljesedés. És ahogy mondottam, hát ez volna a tanúság tevésünk ebben a korban, amikor annyi sok depressziós dologgal találkozunk, és mi sem vagyunk mentesek a lehangoló eseményektől. Egy ilyen püspökkari lelki gyakorlaton mondta az egyik vezetőnk, aki szintén püspök volt, azt mondja, "Uram, igazat adtok nekem," mondta, "hogy idő múlásával a csalódások száma nő az ember életében, és ezt nagyon nehéz földolgoznunk." És ez így igaz. Tehát ezt megtapasztaljuk, de ennek ellenére, a remény ellenére is remélünk. És hát egy ilyen lelki gyakorlatban, amikor a reményről elmékedünk és gondolkodunk, akkor érdemes számot vetni avval, hogy mi mit szoktunk remélni. Az a régi történet, Néri Szent Fülöp esete, hogy a fiatal gyerekkel, aki kérdezi, most mit csinálsz, most tanulok. Ha ezt elvégezted, utána mi akkor felsőbb iskoláim leszek. Ha azt elvégeztem, akkor jogász leszek, utána gazdag leszek, ismerős a történet. És a végén azt mondja, és annak vége lesz, akkor mi lesz? Hát akkor utána, és a gyerek nem tudott semmit mondani. Tehát ne csak ez a reményünk legyen, mint a kortársaink legtöbbjének, hogy erre a földi életre van reménye, hanem a síron túli reményt is erősítsük a lelkünkben, kérjük az Isten kegyelmét, hogy ezt az isteni erényt egyre jobban megtapasztaljuk, megéljük, és az idő múlásával ne csak a csalódások száma növekedjék, hanem az élet történésein való elgondolkodás, az élet eseményei vigyenek abba az irányba bennünket, hogy még inkább megszilárdul a reményünk a mindenható és szerető Istenben. Amen.